Sziasztok, Zsíros Deszka vagyok, és a főzőcsatorna folytatódik. Mai főző jó pofiság, mert nagyon jó pofiság van. Összedaraboltam előre mindenféle jó pofiságot. Van benne minden, nem fogom felsorolni. Gyümölcsök, banán, meg nem tudom, hogy van benne mindenféle. Tirili, trálálá. És itt van ugye a Turmix gépezet. Bedugom. Aztán... Tehát a feldarabolt gyümölcsöket felrakom ide. Ez egy nagyon jó pofi, finomságos, nagyon tuti lesz, várjatok. Lezárom a tetejét, először egy kicsit összemixelem, és majd utána rakok bele egy kis tejet is. Na, akkor álljunk neki. Ne. Be van dugva. És elkaptuk azt a pillanatot, hogy elromlott a Turmix gép. De nem baj, ha már így belekezdtünk az egészbe, akkor folytatjuk. Teljesen le van zárva. Ja. Jó. Akkor így most a kés az nem fog kelleni bele. Hanem kézi turmixolás lesz, akkor ez már így nem is kell. Konnektor ez mehet a francba. Így. Hát igen, hát van kés nálunk, ugye? Ezzel egy kicsit ugye... Hát majd megpróbálok úgy csinálni, mint a Turmix így önmagában. Hát az is ugye kés mozog benne. Sanyi! Sanyika! Beleszúrtam aztán az aljába a pörgő részébe. Sanyi! Na, alakulunk egyébként. Nagyon-nagyon szépen dolgozok. Na! Sanyi! Azért kiabálok Sanyinak, hogy segítsen. Egyetül nagyon-nagyon nehéz lesz. Lehet, hogy két kés kell. Mint hogyha nagyon-nagyon szamurájos lennék. Várjatok! És akár hiszitek, akár nem, működik! Egész! Lehet, hogy kettőt, várjatok, most kifigurálom. Három kés, egymás mellé fogva. Na most alakulunk egyébként. Sanyi! Sanyi nem jön segíteni, úgy látszik. Sanyika! Lehet, hogy másod kéne hívnom. Sanyi! Mint hogyha benned volna bellen a Turmixba, Sanyi, de nincs benne. Várjátok, hogy szétmagdosom magam, hogyha nem figyelek oda. Hát nagyon... Azt sem tudom, hogy kikivel van, ugye? Akár hiszitek, akár nem, ez egyébként a gépezet önmagában nem kell, olyan eltrástukolok, Sanyi! Várjatok, egész szépen egyébként, ténylegesen, ha elmegy az áram, akkor ezt tudom, lehet, hogy azt kéne, hogy adjam a címnek, hogy áram nélküli turmixolás, tehát így három késsel, elég hatékony egyébként. És ne felejtsük el közben kiabálni, hogy Sanyi! Sanyi! Ez a lényeg benne. Nem is a Turmixen első, de majd Sanyi! Sanyi! Megmondom a frankot, hogy megkísérlem azt, hogy jobban összeturmixoltam, mint hogyha géppel csináltam. Sanyi! Csináltam volna. Na! Nagyon-nagyon szépen megcsináltam, azt most megmondom nektek. Úgy döntöttem, hogy mégsem rakok bele tejet. Ez volt a móka benne, várjatok. Ha nem csak így, még egy kicsit össze...
össze jó pofizom, és így ahogy van, hát... Sanyi! Fröccsög a jó pofiság, na, én szerintem meg vagyunk, nézzük meg, hogy hogy dolgozott ez a zsíros gyerek. Na, öcsi Chávez, mondjátok azt, hogy nem turmix voltam szét, és meg is van a jobb popiság, mert az van most veletek. Úgy egy kicsit darabosan, nagyon jó. Szerintem kanállal, nem is inni, hanem ilyen kanalazós Sanyi szörp, ez lesz a neve. És teljesen megdolgoztam, nézzétek meg. Ennyi volt a mókamára, és ja, ne felejtsétek el a kommentbe leírni nekem, hogy segíts!